Sorra gyűltek a pecsétek a 2021-es Bringavároson. A közösségi sporteseményt 2018-ban rendezték meg először. Az elmúlt két évben a Covid miatt az egyes város részeken szinte csak pecsételőpontokat állítottak ki. Idén azonban mind a 10 regisztrációs és pecsételőponton aktívan készülnek a helyi civil szervezetek valamilyen kiegészítő programmal. Teljesség igénye nélkül kiemelten nagy rendezvény lesz a Robinson dombon, Sóstóhegyen, de ezen kívül igen látványos és érdekes programok lesznek a Törpe utcánál, de szánunk meglepetést Oroson, Borbányán is, illetve mint civil központ a civil háznál is, ott azt tudom mondani, anélkül, hogy elárulnám, hogy pontosan miről van szó, hogy aki megéhezik, az nyugodtan jöjjön a Városmajor úti civil házhoz, mert ott ilyen irányú meglepetés várja. Egyébként a gyermek foglalkoztatótól kezdve a lufi hajtogatásig, az édességpontig, energiapont, ivópont, tehát nagyon sokféle szerteágazó. Megpróbáltuk úgy összeállítani elsősorban a Kossuth téri programokat, hogy minden korosztály részére próbáljunk meg kedvezni. Idén a Kossuth téren lesz felállítva egy görgős kerékpár, amelybe a különböző városrészek gyűjthetik a kilométereket, és így összemérhetik az erősségüket. A városrészek sportolókat fognak delegálni, ők is gyűjtik a kilométert, illetve majd megnézzük, hogy szumma szummáron mennyit sikerült összepakolni, beletekerni ebbe a bizonyos kerékpára, és nyilván a kicsikre is gondolunk, mert a Kossuth téren lesz egy ovisok részére meghirdetett ügyességi pálya. Minden egyes kis csöpség, aki végig tekeri ezt az ügyességi pályát, egy kis ajándékot fog kapni. Tehát érdemes a szülőknek, nagyszülőknek, nagymamáknak, nagypapáknak elhozni az unokát, és végig tekertetni őket ezeken a pályákon. Egyrészt élvezni is fogják a csöpségek, ebben biztos vagyok, másrészt pedig az ajándéknak örülni, és egy kis kellemes kikapcsolódás lesz az egész család részére ez a kis óvi ügyességi pálya. A hagyományoknak megfelelően bringa szépségversenyre is lehet nevezni a kerékpárokat, és keresik a legsportosabb iskolát is. A rendezvény célja az egészséges életmódra nevelés és a kellemes kikapcsolódás mellett, hogy a lakosság megismerje az egyes városrészeket és a már kiépített kerékpárutakat. 80 kilométer körüli most a városon belüli hálózat, ez még hozzájön a Nyíregyháza Tokaj közti 32, tehát ez már egy nagyon jó szám, hogyha megnézzük a magyarországi városokat, de vannak további terveink, sőt tervezések is remélem elindulnak, és hát ha minden jól megy, EU források is megjönnek, akkor tudjuk folytatni ezt a programot. Itt most már nem is csak a város, hanem az agglomerációs kitekintésekkel együtt. Az 5. Bringavárost szeptember 24-én szombaton rendezik meg 11 városrész és 6 szponzori pont közreműködésével. 8 óra 30 perctől 10 óráig lehet regisztrálni és felvenni a menetlevelet, majd azon 15 óráig gyűjteni a pecséteket. Ezeket ajándékokra beváltani a regisztráció pontján lehet 12 és 15 óra között.